karácsonyi népi koncertet tart csütörtökön este 6 órától a Tokos zenekar. A kolozsvári Magyar Operában sorra kerülő előadásról kérdezem nem sokára a zenekar két tagját, Vajas Albertet és Szép Gyula Bálintot. Egy kis hangulat mindabból, amit csütörtökön este láthatnak majd a kolozsváriak. Szeretettel köszöntelek benneteket az Erdélyi Figyelőben. Andrástól János napig az alcíme az előadásnak. Mi az, amire számíthatunk? Köszöntjük a kedves nézőket. Úgy gondoltuk, hogy ez a karácsonyi koncert nem feltétlenül csak a születés és maga karácsony ünnepének az ünnepkörét ölelje fel, hanem gyakorlatilag a teljes adventi várakozást is. Ebben a periódusban levő névnapoknak a szokásait szeretnénk feleleveníteni táncban, muzsikában, csőjogatásban, énekekkel. Lesznek vendégelőadók is, úgy tudom, kik érkeznek hozzátok. Igen, azt szerettük volna, hogyha a színpadot teljes egészében be tudjuk tölteni, és úgy, ahogy Bálint is említette, a népszokások, a tánc, a dal kultúrához segítségünkre hívtunk jó pár előadót, hogy ezt minél színesebben tudjuk majd színpadra állítani. Ezért vendégünk lesz a Bekecs Néptánc Színház két táncegyüttese, igazából a felnőtt és az ifjú Bekecs együttesei. Lesznek énekes szólisták, Riciu, Ilka Krisztina, Vajas Evelin, Szakács Imelda, és nem utolsó sorban egy adatközlő énekest is színpadra fogunk szólítani majd, Szász István Bődi Pista bácsit, aki buzai származású. Vele az elmúlt pár évben dolgoztunk sokszor közösen, és úgy gondoltuk, hogy mindenképp színesebbé tudná tenni ezt a karácsonyi koncertet, hiszen olyan repertoárral rendelkezik, ami egyszerűen fantasztikus, hogy bármilyen témához kapcsolódóan tudtunk tőle kicsenni nótákat, úgyhogy a karácsonyi repertoára és az ehhez köthető népszokásokhoz is. Ő volt nagyon... az aranybánya. De hát ő, mindenképp kérdeztük őt, hogy miket lehetne énekelni, és azon kívül persze saját repertoárunkból is olyan karácsonyi dalokat, ugyanis mi már 6-7 éve nem tartottunk karácsonyi koncertet, ez ugye még a pandémia előtt megszűnt, inkább átvándorolt újévi koncertre, ezért azokból a régi összeállításokból és azóta született új összeállításainkból is majd színpadra fogunk állítani pár produkciót. Szerintem ez így egy nagyon kerek történet lesz, hiszen énekes szólistákkal, és akit szinte elfelejtettem, hát a próza is képviselteti majd magát, ugyanis Marosán Csaba színművész is velünk tart majd, és ő fog nekünk konferálni, kedves verseket mondani, amivel egy picit magyarázatot is kaphatunk arra, hogy mit is látunk színpadon.
ugyanis ezeket a népszokásokat talán már elfelejtették nagyon-nagyon sokan. Vannak olyanok, amik nem is erdélyi szokások, ezért úgy gondoljuk, hogy egy, ha nem is egy ilyen nagyon szájbarágosan, de egy pici magyarázat illik majd hozzá. Azért is, mert számítunk arra, hogy nem csak az idősek, középkorúak vesznek majd részt a koncerten, reméljük, hogy a fiatal generáció is képviselteti majd magát, és a gyerekek számára is kedves tud lenni ez a koncert. Úgyhogy ez. Bálint, beszélj egy picit nekünk a tájegységekről, amelyeket felölel, illetve egy picit a szokásokról is. Lucanap, gondolom. Igyekeztünk. Például ugye Lucanap nem feltétlenül volt belső Erdélyben egy elterjedt szokás, ez inkább a Felvidéken, Hont megyében vagy Dunántúlon volt elterjedt, de kiderült, hogy Bukovinában is eléggé ismert tehát szokás, és ünnepelték, legalábbis Lucanapját megülték. Rengeteg hiedelem van ilyenkor, a lányok ugye nem fonhatnak, nem varhatnak, a fiúk beöltöznek maskarának, majdnem olyan, mint hogyha egy farsangi buli lenne, és ijesztegetik a lányokat, hogyha nem kapnak ételt, vagy ajándékot, akkor a tyúkjaik mind forjon be a fenekük, és ne toljanak az új évben. Akkor ugye András nap felé mindig rosszabbra fordult az idő. András napján egy kicsit az Alföldre utaznánk, ahol a Szatmáron, ugye a környékén, az Alföldön a pásztorok András napján hajtották be a juhokat a gazdájukhoz, mert ugye hát elfogyott ugye a pusztán az élelem. Akkor utána egyértelműen a karácsonyi ünnepkör lesz a gerince a koncertnek, ahol a karácsonyi köszöntőket, ahol előtérbe kerül a Szent Család és a Kisded. Akkor utána következnek azok a névnapi köszöntők, amiket általában itt Kolozsvár környékén is, de az egész Kárpát-medencében megünnepelnek az emberek, az István nap, a János nap, ami ilyenkor általában nagy mulatságokkal jár. Ezt is igyekszünk egy kicsit, ebből is egy kicsi szemelvényt mutatni a kedves közönségnek, és végül az apró szentekkel és az apró szentekeléssel fejeznénk be a műsort. Hogy röviden összefoglaljam, hát Szatmártól Bukovináig, Moldván keresztül gyakorlatilag teljes magyar nyelvterületet be fogjuk utazni. Mennyire élnek még azok a népszokások, amit itt most bemutattok aztán a színpadon? Mit tudtok erről? Tehát, hogy van, ahol ülnek még János napot, van, ahol ülnek még, ahol istvánozni szoktak. Mi a helyzet a többivel? Tehát, hogy ez, amit itt látni fogunk, az élő, vagy a hagyomány része elsősorban? Vegyesen tudnám ezt érinteni, ezt a kérdést, hiszen minden család, ahol sok a János, sok az István, ott biztosan, hogy nem telik el úgy karácsony, hogy ez ne legyen megünnepelve. És hát vannak specifikus köszöntők is például. Természetesen, hát az minden tájegységnek és minden falunak megvolt a jellegzetes, hogy hogyan köszöntöttek ez, milyen népi hiedelmek is csatlakoztak, ugyanis Luca napján, meg Borbála napján jósoltak is, megjósolták, hogy mi lesz a jövő évben, mi várható, ki megy férhez, kinek a tollát kell a paplan vagy a párnája alá tegye, hogy ha akkor éjszaka megálmodja majd, hogy jövőre ki lesz a szerelmesetleg férje. Úgyhogy különböző vidékeken különböző szokások csatlakoznak ezekhez a népi hiedelmekhez, és ezek most nagy része már szerintem átalakult, egy picit a felgyorsult, nagyon világi életünkkel ezeket már Szent Miklós sem úgy ünnepeljük, és nem feltétlenül arról szól. Szerintem mélyen lakozik bennünk mindenkiben az, hogy hogyan is voltak ezek gyerekkorunkból, az idősebbek talán még saját maguk is megélhették ezeket az időszakokat. Mi arra törekszünk, hogy egy picit ráhangolódjunk erre az ünnepre, közösen tudjunk egy olyan hangulatot teremteni majd a színpadon, amivel az ember nem csak arra gondol, hogy úristen, még három éjszakát tudok aludni, és addig meg kell legyen minden ajándék,
meg takarítás, meg minden, amit ilyenkor a beigli nehogy odaégjen, hanem mi azt szeretnénk, hogy ebben a másfél órában, amit együtt tudunk majd tölteni az opera nagytermében, egy picit el tudjunk mélyülni, egy picit gondoljunk az igazi ünneplésre, és megfogalmazzuk magunkba, hogy mi volt az idén, mi várható jövőre, és reméljük, hogy az alatt a másfél óra alatt sok mindenkinek eszébe jut sok minden. Mi várjuk nagy szeretettel a közönségünket, mi megpróbáljuk a lehető legjobb tudásunk szerint ezt a hangulatot majd megteremteni. Ez jó végszó szó lenne, de előtte még azért arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ti, ugye előadó művészek, hogy várjátok a karácsonyt? Ez zsúfolt időszak mindenki számára. Mi már nagyon várjuk. Mi már nagyon várjátok. Mennyire szokott ez az időszak számotokra telített lenni, illetve mennyire vagytok olyankor még színpadon? Amióta én az eszemet tudom, az biztos, most saját tapasztalatból beszélek, hogy mivel opera közeli családban nőttem fel, nekünk minden karácsonykor diótörő volt, amíg kicsik voltunk. Hát egy fantasztikus élmény. És miután már nagyobbak lettünk, felnőttünk, utána is közel maradtam az operához, és általában mindig volt valamilyen esemény. Úgyhogy egybe kötöttük a mi saját ünnepünket azzal, hogy dolgoznunk kellett az ünnep alatt, és ráadásul ez ugye új évig sem változott, hiszen készítjük most is a szilveszteri előadásokat, úgyhogy én csak azt mondanám, hogy nagyon szépen szerettünk, úgy ünnepeltünk, hogy közben mellette a színpadon is voltunk. Igen, hát akkor sem áll meg az élet, hogyha épp nem vállaltunk hivatalos muzsikálást szentestére, vagy az azt következendő pár napra. A hangszer több, mint valószínű, hogy előkerül, ha családi körben vagy nagyobb baráti társaság összegyűl. Igazából ez valamilyen életforma nálunk, és nem hiszem, hogy el tudnám képzelni a szentestét az éneklés nélkül, hiszen ilyenkor tud összegyűlni egy olyan baráti társaság, akivel nem minden nap tudunk találkozni, hiszen mi is rengeteget el vagyunk utazva, rengeteg fellépés után, de azért várjuk, hogy egy picit lélekben legalább azt érezzük, hogy megnyugodhatunk, és túlvészeltük ezt a nagyon-nagyon sűrű időszakot, hiszen az elmúlt 3 hónapban még talán soha ennyi koncertünk meg utazásaink nem volt, úgyhogy egy nagyon-nagyon sűrű időszak után vagyunk. És akkor kell egy pici idő arra, ilyenkor hogy... jön a számadás. Uh-huh. Amúgy ez is egy fontos dolog, hogy meghúzzuk a vonalat, hogy mi történt az elmúlt évben, és mit szeretnénk, hogy az új évben megtörténjen. Úgyhogy igazából nem távolodunk annyira el azoktól a népi hiedelmektől, és azoktól a kérdésektől, amiket ezeken az a napokon az emberek feltettek. Ez szerintem nálunk sem működik különbözőképpen. Talán inkább az, hogy igyekszünk lehetőleg pozitívabban állni, és állni az új év elé. És egyértelműen ezt közösen tesszük meg. Úgyhogy az ünnepkör alatt is azért összejárogatunk, na azért valljuk be. Hát akkor kedves, nagyszerű együttlétet kívánok nektek. Bálint Albi, köszönöm, hogy itt voltatok velünk az Erdélyi Figyelőben, és csütörtökön este koncert. Köszönjük szépen. Találkozzunk.